Szeretettel köszöntelek ismét. Olán én Megyelszi Krisztina vagyok, az Artemis Pszichológiai Szemléletű Asztrológia Akadémia vezetője. Ebben a videóban a következő hét, 27. hét általános asztrológiai tartalmain foglak végig kalauzolni. Teszem ezt azzal a küldetéssel, hogy legyen az asztrológia mindenkié, hogy segítsük annak terjedését a korszellemmel szinkronban. Úgyhogy arra kérlek, hogyha hasznosnak találod ezt a videót, ne felejts el feliratkozni. Ha a kis csengőt is aktívvá teszed, akkor azonnal értesülsz róla, mihelyt minden héten, pénteken a heti aktualitásokról elérhetővé válik a következő videónk. Emellett esetlegesen a legfontosabb asztrológiai tartalmakról is rendszeresen, ingyenesen elérhető videókat készítünk számotokra. Társadalmi munkában készült videóink ...nak a terjedését kérlek, hogy segíts te is, megosztással, kommentel, lájkal, és ha megteheted, akkor a videó alatt lévő köszönetgomb segítségével anyagilag is támogathatsz bennünket. Köszönjük szépen mindezt, hogyha már megtetted, és nézzük az előttünk álló 27. hetet. Ma június utolsó napja van, péntek, a hét utolsó munkanapja, mindig ilyenkor készítem a heti aktualitásokat, és bizony azok a nagyon komoly feszült hatások nagyon erőteljes jellemzőkben, eseményekben megmutatkoztak a héten a világban, amelyek valamilyen módon nyilván a személyes életterünkbe is begyűrűztek. Tehát egy nehéz hétnek lassan a lezáró fázisa felé haladunk, és könnyebbedni fognak a dolgok már a jövő héten. Természetesen ezek soha nem varázsütésre történnek, mint ahogyan egy látszólag nagyon váratlan esemény, ami a világesemények közül most nagyon is szinkronban van az általam jelzett hatásokkal, az nem más, mint Putyin és Prigozsin, illetve Oroszországon belül a Wagner csoport témaköre, árulása, ha így tetszik, teljesen a még hét elején fennálló feszült fényszög hatással szinkronban van, ami a 26., tehát a még folyamatban lévő aktuális hetünket maximálisan uralta. Váratlan, impulzív, furcsa, sorsfordulatokra, helyzetekre lehetett számítani, illetve lehet még számítani, hiszen nem vagyunk túl, csak lassan-lassan lecsengőbe érkezik ennek a feszült fényszögnek a hatása az életünkbe, de nagyon erőteljesen, váratlan, meghökkentő eseményben megmutatkozó tartalom mögött is azért természetesen ott voltak azok a témák, amelyek a felszín alatt már meghúzódtak. Volt már előre jelzés, hogy valami készülődik, és egy váratlan, furcsa, mi történik, most nem is értjük, szituációban koncentrálódott, ami azt gondolom, hogy az orosz vezetésnek, de a világ nagy politikai színpadán is nagyon megmozgató, erőteljes felkiáltó jeleket hozott, amivel foglalkozni szükséges. Természetesen a nagypolitika színpadát hétköznapi emberként kevésbé tudjuk befolyásolni, inkább nyomon tudjuk követni, be tudjuk azonosítani az eseményeket, amelyekkel szinkronban, az aktualitásban előrevetítettem azt is, hogy valószínűleg komolyabb vezetőváltásokra is lehet számítani. Magyarországról is hallottunk most már olyan híreket, amihez abszolút megerősíti. Tehát, ha rátekintünk a 27. hétre, most is, ahogyan már ezt megszoktad, kiemeltem a legfontosabb témákat. A pozitív aspektusában a két sorsplanétának, a Szaturnusznak és a Jupiternek a támogató hatására még mindig számíthatunk. Összességében, ha ránézel a mellettem lévő ábrára, ugye a belső körön mindig a hétfő 0 órás, a külső körében pedig a vasárnap éjféli planéta pozíciókat látod. A fényszög kapcsolódások tekintetében látszik, hogy nagyon sok harmonikus alakzat is kiábrázolódik itt a hét elején, ami szükséges, hiszen a mögöttünk lassan-lassan lecsengőben lévő feszült
hatásoknak egyfajta levezetését, érzelmi hullámoknak az elcsendesedését, és a megfelelő konzekvenciáknak a levonását is segíti. Ennek a fényszög alakzatnak a bázisa, az alapja a Szaturnusz és a Jupiter, mint két sorsplanétának a pozitív együttműködése, szextiles, azaz 60 fokos fényszög kapcsolata. Ahogyan már az elmúlt hetekben is erről többször beszéltem, és a mellettem lévő két szimbolon kártya kifejezi a két sorsplanéta szimbolikáját, a teret, a lehetőségeket szimbolizáló Jupiter, ami elősegíti, hogy fejlődjünk mind egyénileg, mind kollektíven, és emellett a Szaturnusz, ami pedig a korrekt kereteket, a megfelelő erőforrásokat, illetve a józan realitást és az átgondoltságot tudja támogatásként adni az erőfeszítéseinkhez. A két planétának a közös ciklusa 2020 téli napfordulóján indult, és ezért emlékeztetőül fontos visszafordulni oda, hogy ott milyen témakörökben bontakoztál, ki indultál el, milyen ötleteid voltak, mit kezdeményeztél, hiszen annak a folyamatnak egyfajta pozitív részeredménye, pozitív eredményeknek a leszüretelésének itt van az ideje, illetve az elkezdett folyamatokban egy fontos következő fázis irányába lehet lépni. Globálisan, és hogyha megnézzük, ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a világ színpadán is zajlik egy komoly átrendeződés, és a két sorsplanétának ez a támogatott kapcsolódása segíti a józan reális felismerésekkel együtt a szükséges lépéseknek, akár jogi lépéseknek a megtételét is. Tehát ezen a héten ugyanúgy még velünk van a Jupiternek, a Szaturnusznak a pozitív fényszög hatása, ahogyan itt a mellettem lévő ábrán is ezt látod, és ők pozitívan összekapcsolódnak a hét elején, hétfőn 0 órás ábrában a holddal, ami nem lesz egy túl hosszú életű kapcsolódás, hiszen a hétfői napon fogjuk érezni a hatását. Ugyanakkor még a nap-Merkur együttállással is pozitív fényszög kapcsolatban vannak. Egy kicsit hosszabb időperiódusig, ez már ezen a még fennálló aktuális 26. héten teljesedett be, pontosodott be, és fokozatosan még a 27. héten, leginkább a hét első felében velünk lesz, ami az érzelmi ráhangulódást, az együttérzést és a segítő tendenciákat gyógyító, és ha mondhatom így, a világ bajaira gyógyírt kereső együttműködések témakörében ad egy támogatást. Személyes életterünkben ez pedig leginkább a saját belső munkánkkal kapcsolatban ad egy pozitív lehetőséget, a számunkra fontos személyes kapcsolatok, családi témáink mentén az együttműködésben segít bennünket. Tehát az is, hogy felismerjük a hátterünkben lévő támogatást, annak hangot adjunk, a bizalomban fejlődni tudjunk, ki tudjuk fejezni az érzéseinket, pozitív értelemben a számunkra fontos személyek felé, vagy éppen megpihenhetünk, és értékelhetjük a családunkból, a számunkra fontos kapcsolatainkból jövő megtartó hálónak az energiáját, ha éppen a párhuzamosan velünk lévő feszült időminőség, vagy feszült asztrológiai aspektusok mentén problémákkal küzdünk, akkor van hová oda tenni a problémáinkat, van kifelé elmondani, keressük bátran, aktívan az ilyen típusú összekapcsolódást, tehát a meghallgató, kellő érzelmi ráhangoltsággal jelenlévő beszélgetésekben bizony fel lehet töltődni, és ezek az együttműködő kommunikációk segítik azt is, hogy aki éppen meg van rekedve, nehéz élethelyzetben van, az a beszélgetés segítségével akár új meglátásokra is juthat. Tehát fontos ilyenkor látnunk a családban rejlő erőt, tudatosítani azt, hogy például bizonyos érzelmi konfliktusokat, feszültségeket, veszteségélményeket,
indulatos, agresszív helyzeteket mit tapasztaltunk, hogyan kezelték azok, akikről példát vehetünk, és ezekből a mintákból tanulhatunk, hiszen a tanulás az egy folyamat az életünkben. Időskorunkban is megvan a lehetőség, hogy számunkra fontos személyektől átvegyünk úgymond mintákat, elsajátítsunk olyan működési módokat, amelyek már korrekcióra szorulnak az életünkben. Tehát a harmonikus alapkapcsolódás a Jupiter és a Szaturnusz között egyértelműen fent áll, emellett pedig, ahogyan utaltam rá, az oroszlán jegyében lévő planéta halmozódás, a Mars, a Vénusz és a fekete hold, azaz a Lilith formájában, ami leginkább a Lilith témaköréhez lehet kapcsolni ezt a váratlan fordulatokat, az árulást, az elárultatás élményét, és így ebben az időminőségben, ezért mondtam sok, alapvetően kicsiben vagy nagyban, nagyobb léptékben, vezetői pozícióban lévő személyeknek a megnyilvánulásaival kapcsolatban váratlan fordulatokat, furcsaságot tapasztalhattunk, és a Lilith, mint vakfolt, árnyékfolt, olyan témakörökre is ráirányítja a figyelmet, ahol valaki ösztönösen sodródott egy kapcsolattal, és ebben a kapcsolatban most bizony felüti a fejét a realitás, a problémákkal fontos ilyenkor szembesülni, így a fennálló fényszög hatás ezért erőteljesen a kapcsolati dimenzióinkat, a férfinő kapcsolatot is, például a Vénusz-Marshoz, az asztrológiában ezt szervesen hozzá kapcsoljuk, próbára teszi, és tapasztalhatjuk, hogy nagyon sok türelmetlenség van, impulzivitás van, nagyon erőteljesen balesetveszélyes fennálló fényszög hatás. Látjuk ennek a balesetveszélyes hatásnak is a halmozott megnyilvánulását, akár a nagyon komoly autópálya lezárást is érintő balesetekben, de nagyon sok más problémát is látunk felbukkanni. Tehát alapvetően a kapcsolódások minősége, és az, hogy ki hogyan gondolkodik arról, hogy mennyire fontos ő saját maga, tehát az én tudatunkkal, a saját fontosságtudatunkkal, mindazzal kapcsolatban, ahol hatást akarunk gyakorolni, kicsiben vagy nagyobb léptékben a világban, lehetőségünk van mögé nézni. Kapunk valószínűleg, ahol túl lépünk a megengedett sorsáltal, a megengedett határokon, ott valószínűleg váratlan korrekciós hatásokra számíthatunk. Tehát ennek a feszült fényszög hatásnak az energiája is velünk van, még az előttünk álló hétvégén, ha jól emlékszem, igen, akkor 7. hó 2-án vasárnap zárul az utolsó bepontosodással, tehát azzal a bepontosodással, hogy a Vénusz is megérkezik az Uránusz exakt feszült kapcsolódásába, és így nagyon sok, hogy azt már jeleztem, ismered a képet, illetve találkoztál már vele, a szimbolon kártya itt mellettem elég erőteljesen a konfliktusokból fakadó, pusztító energiával szembesít bennünket, és bizony ezért is fontos megfegyelmezni, tudatosítani a bennünk felbukkanó feszültséget, akár agresszív indulatokat, hiszen olyan jellegű következmények jöhetnek, vagy állhatnak elő a váratlan impulzív, én ezt így már nem csinálom, vagy velem ezt így nem lehet csinálni, vagy én ezt így nem akarom, és felállok helyzetekből, aminek akár pusztító következményei is lehetnek. Természetesen ki a saját hatásgyakorlásának megfelelően ezt kisebb vagy nagyobb léptékben élheti meg, hogy a saját erőivel, akaratával, ami leginkább személyes, nem tisztázott vágyakból, belső haragból, indulatokból fakad, pusztíthatja, károsíthatja a környezetét, ami azt is jelenti sors szerint, sorspedagógia által, ahogy szokták mondani, a karmikus mintázatok által ez visszatér előbb-utóbb az egyénhez is,
és ugyanolyan módon pusztító, amortizáló hatással fog majd kibontakozni később az életében. Tehát ez a Vénusz bepontosodás még éppen pont előttünk van, hogyha most pénteken vagy épp még a hétvégén hallgatod meg előzetesen ezt a videót, a másodikán pontosodik be, így valójában már ténylegesen ugye úgy fogjuk kezdeni a 27. hetet, hogy ennek a feszültségének a csúcspontján átbillenünk. Ezzel együtt még azért a hét eleje dobzódni fog az ehhez kapcsolódó feszültségekben, ez látszik a mellettem lévő ábrában is, hiszen teliholdas pozícióval fogjuk kezdeni a 27. hetet. Még a nap ugye a rák periódusában jár, tehát végig a 27. héten, ezért elsődlegesen a személyes érzelmeink lesznek még porondon, sokkal érzékenyebbek vagyunk a rák időszakában, a felénk megnyilvánuló, illetve a bennünk lévő érzelmekkel kapcsolatban. Nagyon ilyenkor hullámzóak, illetve alapvetően azt lehet mondani, hogy ilyen kis békés, nyugodt szigetre vágyunk ilyenkor, ahol lehet lazulni, elengedetten lenni a rák periódusban, és ezzel együtt a saját bennünk lévő, akár fantáziavilágon keresztül megnyilvánuló belső képek, vágyakkal összekapcsolódó impulzusaira is figyelhetünk, hiszen jöhetnek ilyen képi vagy vágyott élmények formájában új inspirációk is, hogy tényleg milyen régen volt, hogy szerettem volna ezt vagy azt csinálni, vagy ezzel vagy azzal találkozni, vagy ezt vagy azt kifejezni. Ezért ugye az érzelmi közelség, illetve belülről fakadó impulzusok vágya ilyenkor jobban vezet bennünket. Még a nap ebben az időszakban, a 27. héten lép be a második dekanátusba, ami azt is jelenti, hogy még mélyebbre, hiszen Skorpió jelleggel egészül ki ilyenkor a rák minőség, és így a saját érzelmi világunk tekintetében segít még mélyebbre menni, ezért érdemes figyelni a bizonyos belső hangokra, belső impulzusokra, akár az álmokra is. Amit még fontosnak tartottam kiemelni, még nem a 27. héten fog jegyet váltani, de belép a felszálló holcsomópont, azaz a karmikus tengely, az utolsó fokára a bika jegyének, ami ebben az esetben, mivel a felszálló leszálló tengely mindig hátráló mozgásban van, egyben a bika jegyének legelső foka, és így kollektíve, az életleckével, az aktuális másfél éves periódus kollektív lecke témájával erőteljesen szembesít bennünket, ami komolyan összekapcsol bennünket Bika-Skorpió témakörökkel, ami az érték, az értékrend, a biztonság témája, mi a fontos, mi adja a valódi biztonságot, és ezekben a témákban segít bennünket jobban elmélyülni, illetve összegezteti egyénileg, és társadalmi és kollektív emberiség szintjén is azt, hogy ebben a témakörben az elmúlt másfél évben hova jutottunk, amíg a bika jegyének első fokán keresztül halad visszafele a kos jegyéig. Itt megtalálsz, ha szeretnéd, egy kicsit bővebben érdemes úgy gondolom tájékozódni ebben a témában, de YouTube csatornán már megtalálod az ehhez a témakörhöz kapcsolódó önálló videót is. Tehát ezek, amik a leginkább kiemelt témakörök, és ahogy mondtam, mivel a fényszög kapcsolatban, ebben a szép bölcső fényszög alakzatban a nap és a hold vesz részt, a bázisát a két sorsplanéta adja, ugyanakkor a hold nagyon gyorsan, hétfőn már ki fog futni ebből a fényszög hatásból, de fokozatosan a hét folyamán, már a hét közepéig még a nap a Merkurral együtt a két sorsplanéta tekintetében segíti a pozitív változásainkat, és utána fokozatosan gyengülni fog a fényszög hatás. Ahogyan jeleztem, a
még előttünk lévő július legelső napjaira eső hétvége, illetve a hétfői nap is még feszültségekkel terhelt, hiszen a teli hold 13 óra 38 perckor fog bepontosodni a hétfői nap folyamán. Ez a teli hold, ahogy itt látod mellettem az ábrán, ugye a bak és rák tengelyt érinti első körben, ami az érzelmi vágyat, a közelséget, az érzelmi kapcsolatok fontosságát, a bizalmat, mint témakört nagyon hordozza, és ezzel szemben pedig a bak energiájában kihívó vagy feszültséget generáló témakörben megmutatkozik a kötelezettség, a munka, a felvállalt feladatok, a határidők, illetve a teljesítmény túltolása, túl erőltetett teljesítmény. És mondhatom ilyenkor, nagyon intenzíven szembe kerül egymással az, hogy a munkavilága és a személyes, mondhatom így, saját fizikai igényünk vagy érzelmi vágyaink, aminek teret kell adnunk annak érdekében, hogy töltődni tudjunk. A munka és a család, a bakrák területnek az eszenciáját össze akarom foglalni. Témaköre kerül konfliktusba alapvetően, akár úgy is, hogy a családnak szüksége lenne, akár a túlmunkát is vállaló édesapára vagy édesanyára, vagy aki túlmunkát vállal, érzi úgy, hogy szeretne több időt tölteni a családdal. Tehát a munka és teljesítmény témaköre konfrontálódik ilyenkor a belső vágyakkal, igényekkel, akár családi szükségletekkel is. Ehhez kapcsolódó konfliktusok erőteljesen mutatkozhatnak meg így a hétfői nap folyamán még. Azért, ahogyan a mellettem lévő ábrán is látszik, ez a fényszög hatás nem önmagában áll, mint egy levegőben lógó jelentős feszültség, hanem mind a két oldalához pozitív feloldó fényszög hatások kapcsolódnak. Laikusok számára jelzem itt ezek az úgynevezett zöld vonalak, belső, azaz pozitív fényszög hatások segítik erről a témáról való gondolkodást, kommunikációt, illetve egy kicsit segítik szinkronba hozni a munka, a teljesítmény, illetve a magánéletnek a témakörét is. Tehát a feszültségek ellenére itt vannak a feloldó hatások is. Bak holddal indul, még így a hétfőnk, és a keddi nap is végig bakholdas hatásokkal telik igazából, hiszen 19 óra 29 perckor fog majd a vízöntő jegyébe tovább lépni a hold. Így a keddi napon fokozatosan, lecsengőben fogjuk érzékelni a teli hold feszültségét, és a feszültséget még pozitív értelemben a holdnak is a támogatott fényszög hatása kedden kora hajnalban, kora reggel az Uránusszal, napközben pedig délután a Neptunnal való pozitív fényszög hatása segíti azt, hogy megnyugtató módon egyénileg is megtaláljuk az egyensúlyt, hogy lássuk, hogy mi az, amit át lehet ütemezni, hogy miben nem kell belefeszülni, mi az, amit el kell engedni, nem is a mi felelősségünk, vagy mi az, ami extra teher rajtunk, ott húzzunk határokat, mondjunk nemet, tehát kezdjünk el önmagunk feltöltésével foglalkozni, hiszen ez mindenképpen időszerű évnek ebben a szakaszában. A hold mielőtt jegyet vált, és tovább lép a vízöntő jegyébe 18 óra 45 perckor, még együtt áll a Plutóval, érkezik a Plutóhoz fokozatosan, és ilyenkor még erőteljesebben megmutatkoznak azok a témakörök, hogy hogyan tudunk önmagunk érdekében határokat húzni, nemet mondani, és a saját integritásunkat, stabilitásunkat megerősíteni. Ennek lehet, hogy időszerű élményeivel fogsz találkozni kedd esti órákban, és a hold tovább fog lépni 19 óra 29 perckor a vízöntő jegyében, és végig szerdán és csütörtökön is e jegyelőterében fog haladni, egészen csütörtökön este 19 óra 32 percig.
már fogyóholdas hatásokat fogunk érzékelni, ami arra inspirál bennünket, hogy mindaz, ami bennünk van, tett vágy akár, vagy feszültség is valamilyen módon a külvilággal való aktív kapcsolatba vezessük bele. Jó esetben ez természetesen valamilyen a környezetünk hasznára lévő tevékenység, vízöntőhold idején sokkal nyitottabbak vagyunk a közösségi élményekre, legyenek ezek barátok, vagy legyenek társadalomjobbítás szolgáló, közösségi együttműködések, alapítványok, egyesületek témaköre, team munkában ilyenkor sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni, illetve a vízöntőhold előrefele a jövő irányába nyitja a figyelmünket, tehát érzelmileg olyan témákra hangol bennünket, ami akár munkában, akár a privát életben a közelebbi vagy távolabbi jövő témaköreivel, illetve közösségi baráti dolgokkal, tervezéssel kapcsol bennünket össze. A szerdán dél környékén 11 óra 28 perckor lesz a vízöntőholdnak egy feszült hatása a Jupiterrel, amikor akár a jövő ügyekkel kapcsolatban nagyon türelmetlenek lehetünk, vagy hajlamosak lehetünk akár irreális célokat, elképzeléseket helyezni magunk elé, egyénileg vagy akár csoportban is. Csütörtökön a hold a vízöntő előterében, ahogy halad, fokozatosan beérkezik a többször említett Uránusz, Vénusz, Mars, Lilit feszültségébe, és ugye innét a vízöntőből ezt kiegészíti egy úgynevezett T-kvadrát alakzattá, tehát azok a témakörök, amelyekről itt beszéltem, hogy akár társadalmi folyamatokban, váratlan vezetőváltásokkal, vagy szokatlan fordulópontokkal, nagyobb időjárási anomáliákkal, akár természeti katasztrófákkal, vagy a balesetveszélyes szituációknak a felerősödésével kapcsolódik. A hét folyamán leginkább, amikor a hold megérkezik ide, és csütörtökön kora reggel 6 óra 29 perckor először az Uránusszal pontosodik be a kvadrátja, 9 óra 37 perckor a Vénusszal, 15 óra 41 perckor pedig a Marssal fog szemben állni a hold, így ezt az egész fényszög alakzatot bizony nagyon komolyan be fogja aktiválni. És ezért leginkább a hét eleje, ugye a hétfő még a teli hold miatt, illetve ez a csütörtöki nap az, amikor az elmúlt, ugye lassan mögöttünk lévő 26., illetve az azt megelőző 25. hétről már magunkban is tapasztalható türelmetlenségből, impulzivitásból fakadóan ott van a kapkodó hozzáállásunk, rossz döntéseket hozhatunk, illetve sérülékeny helyzetekben találhatjuk magunkat, ilyenkor felerősödhetnek a konfliktusaink. Pontos ezért a kellő realitástudat, illetve az, amit mondtam, hogy vannak támogató fényszög hatások, amik segítenek egy lépést hátrébb lépni, mielőtt ösztönből zsigeri szinten reagálunk, de ehhez szükség van erre a fajta tudatos hozzáállásra. Tehát a csütörtöki nap mindenképpen egy érzékeny nap lesz. Aztán a hold csütörtökön este 19 óra 32 perckor megérkezik a utolsó jegy, azaz a halak jegynek az előterébe, és az azt megelőző vízöntő hatáshoz képest egy erős ilyen érzelmi fordulatot tud generálni, sokkal inkább bezárkózóvá válunk, befelé figyelünk, halakhold idején szívesen időzünk saját magunk társaságában, illetve akár ábrándozva, filmet nézve, zenét hallgatva, a lelki dolgok, illetve a lélek töltekezésének jön el az ideje. Pénteken és szombaton végig halakhold hatások lesznek, de majd csak szombaton este fog a hold tovább lépni az zodiákus kezdőjegyébe, a kos tartalomba, a kos jegybe. Így a pénteki napunk már halak hold hatás alatt inkább az érzelmeinkre hangol bennünket, és ahogyan a hold ide meg fog érkezni a pénteki nap folyamán, így a Szaturnusz és Jupiter pozitív fényszög hatását is be fogja aktiválni, tehát érzelmileg is odairányítja a figyelmet az együttműködésre, a fontos dolgokra, illetve aki éppen
komolyabb ilyen belső terápiás munkámban érdekelt, ott nagyon jól lehet egy ilyen idő minőségben felismerni a családi történetek mögött meghúzódó összefüggéseket, meghaladni azokat, illetve akár családi témában, otthon ingatlan témában pozitív változások irányába lépni. Így a pénteki napunk azzal, hogy a Hold pozitívan összekapcsolódik a Szaturnusszal, illetve a Jupiterrel, délelőtti órákban még ad egy jó támogató energiát a következő hét péntekünkre, a munkanapunkra. Emellett pénteken lesz még egy nagyon jó kis fényszög hatás, amiről mindenképpen érdemes megemlékezni. Ez a fényszög hatás a tanulás témaköréhez erőteljesen hozzá kapcsolódik, hiszen a Merkurnak az Uránusszal jön létre egy harmonikus fényszög kapcsolódása. Mégpedig 6 óra 54 perckor fog bepontosodni a Merkur és az Uránusz között lévő 60 fokos szextiles fényszög hatás. Erről a fényszög hatásról, ami itt konkrétan nem látszik az ábrában egyébként, de ahogyan a Merkur halad előrefele, el fogja érni ugye itt a 21. fokot, ahol az Uránusz áll, és létrejön egy pozitív fényszög kapcsolat a Merkur és az Uránusz között. Találkoztatok már az ő jelölőikkel, mellettem most már látott szimbólumnak formájában is. A Merkur, ami a gondolkodás, a tanulás planétája, ha megnézed Hermészt, ábrázolja, aki folyamatosan mozgásban van, így minden olyan dologban, ami a hétköznapi ügymenetekben tovább tud bennünket lendíteni, ügyeink intézésében, de alapvetően elsődlegesen az intellektusunknak a fejlesztéséhez egy nagyon pozitív inspirációt ad az Uránusztól jövő fényszög hatás. Az Uránuszt a mellettem lévő bolond képe szimbolizálja, a szimbolon kártyacsomagból, ami a szokatlan öltözetével is utal arra, hogy itt valami nem átlagos, valamilyen újító, reform jellegű tartalommal ötvöződik, és nem utolsó sorban fontos, hogy az Uránuszhoz kapcsoljuk magát, az asztrológiát, mint analógiás tudományt. Tehát, ha az asztrológia jelölője az Uránusz a Merkurral pozitív fényszög hatásba kerül, akkor nagyon-nagyon jó időszak számunkra, hogy az asztrológiai stúdiumban elmélyedjünk. Egyébként június 4-én álltak együtt, akkor állt a Merkur az Uránusszal együtt, és minden olyan dolog, ami akkor jelen volt az életedben, az is lehet, hogy elméláztál, elgondolkodtál azon, hogy érdemes lenne asztrológiát tanulni, vagy a már meglévő asztrológiai ismereteidet felidézni, akkor ennek ez a harmonikus, textiles fényszög hatás abszolút kedvez. Tehát, hogy ott bármilyen olyan jellegű ötlet felvillant, akár ahogy a mellettem látod a bolond képe mellett, a váratlan villámcsapásszerűen lehet, hogy téged is meglepett ez a gondolat, ez a felismerés, hogy micsoda kéne ezzel vagy azzal foglalkozni, hogy is jön ez az életembe, soha semmi ilyesmit nem csináltam, nem is gondoltam rá, de valami befészkelődött. És nyilván ez lehetett az asztrológia, de emellett nagyon sok minden más is. Az Uránusz analógiája elég tág, amellett, hogy az asztrológia stúdiumát magában foglalja, emellett az elsődleges megnyilvánulása ez, hogy valamiben meg akar reformáltatni, meg akar újítatni. Alapvetően egy sokszor lehet azt mondani, hogy váratlan, robbanékony hatásban tágítani akarja a hétköznapi tudatot, amit a Merkurhoz kapcsolunk, a hétköznapi gondolkodásmódot egy újszerű, más aspektusba akarja helyezni, hogy olyan összefüggésekben is tudjunk gondolkodni, meghaladva az eddigi gondolkodási sémáinkat, ami eddig nem volt a sajátunk. Ezt az idegen nyelvtanulástól kezdve valóban a szimbolikus analógiás stúdiumok, akik bezárólag nagyon sok területen lehet kamatoztatni. De emellett inspirál, kimozdít,
utat mutat, lehetőségeket ad utazásokra. Ez a last minute utaknak klasszikusan kedvezni szokott egy ilyen fényszög hatás, hogy megvárom, hogy mi az, ami megtalál, megvan a szabadságom időszaka, de még nem tudom, hova megyek, és akár most szokatlan, őrült módon, rám nem jellemző módon, majd egy utolsó ajánlatból fogok választani. Ennek is megvan a realitása, a lehetősége, és vannak, akik ennek a fényszög hatásnak az analógiáját többek között például technikai eszközöknek a beszerzésében próbálják kamatoztatni öntudatlanul is akár. Vagy csak a saját igény erősödik fel, a kommunikációs igény tágul közösségivé, csoportok keresése, akik hasonlóan gondolkodnak, tehát ilyenkor sokkal aktívabbak a társadalmi mozgások is, és mi is szívesebben időzünk, kommunikálunk, vagy mozdulunk ki együtt számunkra fontos emberekkel, barátokkal. Tehát ennek a hétnek ez is egy fontos hatása, és amellett, hogy pénteken fog, ahogy mondtam, kora reggeli órában bepontosodni az Uranus-Merkur szextil, érdemes odafigyelni, akár, ahogy már ezt mondtam, végig gondolni, hogy mi is az, ami itt június 4-e környékén, előtte, utána, mondjuk egy 5 napos időintervallumban gondolkodva, megfogott, eszedbe jutott, vagy akár őrült ötletnek tűnt, most azzal kapcsolatos témakörben egy tovább lépésre lehetőséged van, úgyhogy ha ez pont az asztrológia tanulása lenne, minden idő, jó időminőség arra, hogy belevágjunk az asztrológiai stúdiumba, hiszen is egy ilyen típusú videót hallgatsz, akkor várunk szeretettel az Artemis Asztrológia Akadémián, amit az asztrologiaoktatás.hu oldalon nézhetsz meg, bővebben tájékozódhatsz, hogyan is tanítjuk mi önismereti pszichológiai szemlélettel az asztrológiát. Tehát ennek a fényszögnek a hatása fokozatosan erősödni fog a hét elejétől kezdve, és a következő hét körülbelül közepéig még ezért impulzív módon kíváncsibbak, mozgékonyabbak leszünk, és lehet, hogy több a megszokotthoz képest őrült gondolat ültetődik el bennünk, vagy jut eszünkbe, tehát az ilyen aha élményeknek és a felismeréseknek is nagyon pozitív módon kedvezni tud ez a fényszög hatás. Igazából a szombat vagy a péntekünket alaphelyzetben ez a fényszög hatás fogja uralni, ezt pozitívan megtámogatja az is, hogy a halak jegyében járó hold összekapcsolódik pozitívan a rák jegyében lévő nappal, és így elsődlegesen például a saját érzelmi életünkben segít hasznos felismerésekre még jutni, ilyen megvilágosító erejű stúdiumok, vagy akár a családdal való lelki foglalkozáson keresztül hatékony korábbi mintáknak a meghaladására lehetőségünk lesz. Ezt még támogatja egyébként végig a szombati nap, erre a napra van valamilyen olyan programod, ami akár családállítás, a családdal való, nem csak lelki értelemben való foglalkozás, azt az Uránusz, illetve a Merkurral való pozitív fényszög hatása a halak jegyén áthaladó holdnak nagyon meg tudja támogatni. Ha meleg lesz, akkor egy nem ilyen túl nagy esemény gyanánt, de jó lehetőség, hogyha elmész vízpartra strandolni, hiszen a vízelem erőteljesen dominálni fog támogató aspektusában a szombati nap folyamán, ami az érzelmi együttlétek mellett a külső környezetben elsődlegesen a vízelemmel való aktív kapcsolatkeresésben tud nagyon pozitív feltöltekezéshez vezetni, illetve a zene, a művészet, a kedvenc film, a régi sztorikkal való foglalkozás, a múltban való közös elidőzés, sztorizás is egy kellemes időtöltés lehet a szombati napra.
A Hold szombaton 21 óra 19 perckor halad tovább a Kos tüzes impulzív jegyébe, így vasárnap már nem csak a vízparton akarunk valószínűleg lazulni, vagy akár ha nem tudsz elutazni, akkor egy otthoni kellemes fürdőzés is nyilván valamennyire ezt kompenzálhatja, ezt az élményt, de vasárnap már nem annyira így a vízelemet, hanem az aktivitást leszünk hangolva a Hold tüzes dinamikus háttere miatt, és ezzel együtt türelmetlen ilyen tetvágyjal telítődünk, ötleteink lehetnek, amelyeket most is azonnal meg akarunk csinálni, és ilyenkor sokkal inkább jellemző az, hogy türelmetlenebbek vagyunk a környezetünkkel. Vasárnapi nap, mondhatom, asztrológiai fényszög hatásoktól nagyjából legalábbis a Hold mozgása tekintetében mentesen fog zajlani, ezért amifelé haladunk, az is már a következő hét elejéről, a 28. hét elejéről természetesen már beszűrődik itt a 8-a, 9-ei hétvégénkre is. Ahogy mellettem lévő ábrán lehet látni, a Merkur már olyan pozícióba kerül, hogy fokozatosan összekapcsolódik a nagyon intuitív és érzékeny energiákat, együttérző energiákat megmozgató Neptunusszal, és ez a saját belső ugye, érzelem világunkra is pozitív, megerősítő élményként hat, így akár a hétvégét fel lehet használni még tudatosabban arra, hogy a bennünk lévő érzelmekről, akár elképzelésekről, vágyakról is beszélgessünk a számunkra fontos személyekkel. Emellett pedig jegyváltásra készül, vasárnap még éppen éjfélkor a Mars az oroszlán jegynek a végén található, de hétfői nap folyamán már jegyet fog váltani, és így ugye ezért vasárnap egy kicsit összegző tapasztalatként, ahogy utaltam rá, hogy az érzelemvilágunk dolgaival érdemes foglalkozni, így kiemelten, ahogyan a Mars az oroszlán jegyének utolsó fokához kapcsolódik, azokat a témákat is segíti megérteni, intellektuálisan rálátni, feldolgozni, akár erről közösen beszélgetni, hogy családon belül mi a tapasztalat, kik hogyan kezelik a saját indulataikat, ki hogyan érvényesítette az akaratát, már másokon keresztül, vagy mit tanultunk az együttműködésről, vagy akár felismerve azt, hogy bizonyos helyzetekben, leginkább olyan helyzetekben, ami az önérvényesítésnek a lehetőségét hordozza, hiszen egy oroszlán jegyében járó marsról van szó, ezekhez kapcsolódó önérvényesítő helyzetekben, konfliktus helyzetekben hogyan is tudunk működni. Konstatálhatjuk azt is, ha ez rendben van, jól működik, ha diszonánsan tudjuk kezelni, akár szorongással, akár agresszív túlkapásokkal, arra is lehetőség van a fennálló fényszög hatások mentén, hogy ezekre rálássunk, ezekkel tudatosan egy segítő, együttműködő beszélgetés folyamán, kommunikáció folyamán foglalkozzunk. Ezekre a fényszög hatásokra számíthatunk, elsődlegesen a 27. hét folyamán, tehát a hét eleje még intenzíven magán hordozza a 25. hétről fokozatosan egyre inkább erőteljesen megnyilvánuló impulzív kapcsolatokat próbára tevő, kapcsolati szakító helyzeteket is lehetővé tevő fényszöghatás. Sok balesetveszélyes és konfliktusos helyzetet teremtő energia van jelen, és ez még a hét elején, leginkább hétfő formájában, hiszen a teli hold is ehhez kapcsolódik, van jelen. A pozitív fényszög hatások segítik a mélyebbre nézést, a belső munkát, a rálátást, és fokozatosan a hét folyamán előre haladva ezek a fényszög hatások enyhülni fognak. Természetesen soha nem maradunk asztrológiai fényszög hatások nélkül, hiszen a sorspedagógia olyan keringenek körülöttünk a számunkra fontos planéták, más és más
témakörben megszólítanak bennünket. Ne felejtsük el, hogy globálisan egy erőteljes, a kollektív tudatváltást inspiráló időszakban vagyunk, ami természetesen így a sorspedagógián keresztül nem nélkülözi az ez irányú erőteljes jelzéseket. De a fennálló hatások mellett így a 27. hét aktualitásaiban egy finomodást, egy enyhülést és a dolgokra való rálátást, illetve a megoldások felé való lépést vagy megoldás keresést támogató hatásokat fogunk megélni. Bánjunk jól a hétnek az energiáival is. Ha teheted, akkor ténylegesen menjél vízpartra, próbálj töltekezni, és töltsél minél több időt szeretteid körében, próbáld kifejezni a háládat, fogadd nyugodtan a környezetednek a pozitív visszajelzéseit is, és ahogy az számodra megfelelő, találd meg azokat a szabadidős tevékenységeket, aminek segítségével töltődni is tudsz. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmedet, arra kérlek, hogyha hasznosnak találtad ezt a videót, ne felejtsd el megosztani másokkal. Várom kérdéseidet, hogyha ehhez a témához van valami, amiért nem volt teljesen érthető, vagy ehhez kapcsolódik, szívesen válaszolok rá a következő heti videóban. És megköszönöm, hogyha megosztjátok a videót, ha a munkánkat, a társadalmi küldetéstudatunkat, hogy legyen az asztrológia, mindenki tudjátok támogatni bármilyen eszközzel is. A legjobbakat kívánom, várlak vissza a következő héten, pénteken a következő heti aktualitásokkal.